Az óriás keserűfű fajok dísznövényként kerültek Kelet-Ázsiából Európába a 19. században. Kontinensünkön kezdetben nem csak dísznövényként, hanem szántóföldi takarmányként vagy vadtakarmányként is termesztették. De használták homokdűnék megkötésére, vagy leveleit a II. Világháborúban dohány helyettesítésére. Egyelőre kiaknázatlan pozitív tulajdonsága, hogy gyökere képes a nehéz fémeket felhalmozni, ezért talajok nehéz fém szennyezettségének tisztítására is alkalmas lehet. Ugyanakkor ezt a növényt sok helyütt gyógyászati célokra is felhasználják, ami a növény magas alkaloida tartalmára utal. Ennek alapján a japán keserűfű bizonyos részei rovarölő és gombaölő hatást fejtenek ki, és sikeresen felhasználhatók gyógyszerek, bioüzemanyagok, valamint fűtőbrikettek előállításában. A legújabb kutatások pedig azt mutatják, hogy a japán keserűfű a benne lévő magas nitrogéntartalom miatt kiváló szerves trágyaként alkalmazható, miközben a környezetre teljesen ártalmatlan. Ami miatt azonban mégis ferde szemmel tekintünk az ártéri japán keserűfűre, az az, hogy erősen invazív, így a tápanyagok gyors elszívásával elnyomja a társnövényeket, hosszú elágazó gyökereivel pedig fokozza a talajerózió veszélyét. Rendkívül szívós, a romtalajokon is megél, és ha egyszer valahol megtelepedett, szinte lehetetlen kiirtani. Rendkívül vastag gyöktörzset fejleszt, magassága elérheti a 3 métert is. Fehér virágai lecsüngő fürdben nyílnak, augusztus-szeptemberben virágzik.